Üdvözlök én is mindenkit, Bernát Csilla vagyok. És bár Mi Hazánk mozgalom jelöltjeként engem nehéz a politikától függetleníteni, most mégis civilként állok itt. Egy aggódó állampolgárként és egy gyermekei jövőjét féltő édesanyaként. A szülői munkaközösség nevében elindítottam egy petíciót még november elején, mivel azt vettem észre, hogy iskolánkban nem állnak azon tanárok mellé a kollégák, akik elutasítják a kényszeroltást. Ezt a petíciót a Pécsi Püspökségre fogjuk begyújtani mielőbb, és már több száz támogató aláírás van mellette. Mert miért is küzdünk mi? Azt ugye mindenki maga eldöntheti, hogy oltat vagy nem oltat. De itt sokkal nagyobb dologról van szó, egy sokkal sötétebb dologról. Itt az önrendelkezési jogunkat akarják elvenni tőlünk, amit nem hagyhatunk. Ha most a tanárok elmennek, azzal elveszítünk, a gyerekeinknek sem lesz jó nyilván, és elveszítünk pedagógusokat, összevont csoportok lesznek, vagy az iskolába összevont osztályok, nyilván minket is hátrányosan érint. De mi jön ezután? Minket is, a gyerekeket is oltásra kötelezik. Ugye előfordul, már 12 éveseket oldhatják, az 5 éveseket is már lassan engedni fogják. De mi is ezzel nekem a bajom? Mert amíg a felnőttek, mi magunk választhatunk, hogy milyen oltást szeretnénk, a gyerekek nem. A gyerekek génmódosított, génterápiás szereket kapnak. Élelmiszermérnökként az élelmiszerek kapcsán, az élelmiszeriparban találkoztam már génterápiás, GMO-s termékekkel. Több évtizedes kutatások vannak emögött. Itt ugye tudni kell, csak hogy rövid legyek, hogy a transzgén beültetési helye az nem kontrollálható. Tehát génpisztollyal lövik be, a pontos hely, ahova bemegy, nem tudjuk. Nem lehet pontosan tudni, hogy hova fog bemenni, és aztán a gazdaszervezetben milyen változást okoz, ez sem kontrollálható. Pusztai Árpád, hazánk fia, talán az egyik legnagyobb botrány úgymond az ő nevéhez fűződik, még a 90-es évek végén kísérletet végzett. Egy írországi laboratóriumban dolgozott, nagy nevű professzor volt élelmiszerbiztonsági kérdésben. Elkezdett állatokat etetni burgonya táplálékkal, ugye egy másik csoportot pedig GMO-val módosított, tehát ilyen hóvirág lektinnel, mert az rovarölő hatású, azzal módosította a burgonyát, és ezáltal egy csoport állatot azzal etetett. Azt vette észre, hogy immunrendszeri problémák lépnek föl, illetve szervváltozási zavarok. De mi ebbe az egészbe az érdekes? Hogy volt egy harmadik csoport állatkísérlete is. Azokkal burgonyát és hóvirág lektint etetett, de nem génmódosította, csak a hóvirág lektint etette a burgonya mellett. És azoknak pedig semmiféle bajuk nem volt. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy valójában a kár az a technológiában van, tehát a génmódosításban van. Ezt amikor ő kijelentette, azonnal elbocsátották állásából, nyugdíjazták, és akkor a botrány lett belőle annak idején Angliában, ugye több mint 20 évvel ezelőtt, hogy még Blair miniszterelnöknek élő adásba kellett GMO burgonyát ennie, hogy az embereknek bebizonyítsa, hogy nincsen ezzel semmi baj. Ugye ismerős, Orbán Viktor is a kamerák keresztüzébe oltatja be magát, hogy biztosítson mindenkit, hogy micsoda hatásos az oltás, és nem kell tőle félni. Szóval a gyerekeket nem hagyjuk, a gyerekeket védjük, és azért kell most kiállnunk a tanárok mellett, azért kell most kiállnunk a rendőrök mellett, azért kell kiállni mindenki mellett, aki az oltást elutasítja. Március 15-én ott voltam Budapesten tüntetni. A lezárások ellen tüntettünk. Akkor még sokan nem ébredtek. Akkor még azt gondolták, hogy maradjunk csöndbe, vírus van, ne mászkáljunk. Egy nem megengedett tüntetés volt, ugye betiltott tüntetésen vettünk részt. Azon kívül, hogy maszkkal voltunk, tartottuk a távolságot, messze álltunk egymástól.
rekordméretű bírságot szabtak ki. Jó magam is hatalmas bírságot kaptam, csak azért, mert ott mertem lenni. És közben nézzük meg, mi történt, amíg lezárták a gazdaságot. Az államadósság 25 éves csúcson van, és folyamatosan növekszik. A bokros csomag, amikor jött, akkor nem volt ilyen szörnyű a magyar gazdaság helyzete. És mindez miért? Miért? Egy ki tudja honnan jött vírus miatt, ami nézzünk körül, tényleg. Ha nem néznénk a tévét, akkor észrevennénk. Egy valódi járványnak nincs szükség reklámra, ugye ezt sok helyen mondják. De valójában egy igazi járvány, ha az ember körbenéz és a szomszédai hullanak, mindenki behúzza fülét, farkát. Mert van valami, az biztos, igen. És a félelem az a legnagyobb dolog, ami megrémíti az embereket. És a félelem teszi problémássá ezt az egészet. Mert akinek nincs hite, annak félelme van. Ugye beszélt itt előttem Timi a marketing kommunikációról is, ugye a reklám szakmában nagyon előfordul, hogy tehát ez a kognitív diszonanciának nevezik ezt a tulajdonképpen pszichológiai fogalmat, amikor igenis a bűntudatot keltik, és azonnal ott van mellette egy megoldás, ugye a vakcina. És igen, megyünk, beoltatjuk magunkat, mert miért ne? Csak hogy ezeknek a szereknek, kísérleti szerek, ezt többször mondtuk, és nincsen rövid és hosszú távú vizsgálatokkal, tényszerű vizsgálatokkal nincsenek igazolva. Az pedig, hogy nem tudjuk, hogy, és főleg a génmódosított szerekkel kapcsolatban, de nem ez a legnagyobb baj, hanem árucikké akarnak bennünket tenni, tőzsde áruvá. És ha jó vagy, akkor ott van a kis igazolványod, a QR kódod, akkor mehetsz. De ha nem vagy szófogadó, akkor mindent elvesznek tőled. A magántulajdont el fogják venni, a szabadságodat. És milyen jövőt szánunk a gyerekeinknek? Ez a legnagyobb probléma. Ezért kell mindannyiunknak kiállni, és ezért kell mindenkinek megérteni, hogy ma te, holnap én. Még ha engem most konkrétan nem is érint, mert vállalkozók vagyunk. Nekem nem fogja megmondani senki, de mindannyiunkat érinteni fog. És ha azt gondolja az oltott, hogy nem érinti őt, hogy a kollégája ki fog esni, őt is érinteni fogja, és észre fogja venni. És eljönnek a gyerekekért, és be fogják őket oltatni olyan génmódosított szerekkel, amiket nem szabadna megengedni, mert ez emberkísérlet. Azokat, amit a gyerekek ellen bevetnek. És volt még egy kísérlet egyébként, szintén élelmiszer kapcsán GMO-s élelmiszereket vizsgáltak 2005-ben orosz kutatók, ha jól emlékszem, patkányokat etettek vemhesség előtt és alatt. Azt vették észre, hogy az utódoknak az 55%-a elhalt azoknál a csoportoknál, ahol a GMO-val etették az állatokat. Az utódok, akik életben maradtak, azok pedig satnyák, kisméretűek voltak, tehát ezek beépülnek a szervezetbe, a DNS-be, és ezek ott maradnak bennünk. És amíg választhatunk, mi felnőttek, mert ugye vannak olyan dolgok is, amik nem a géntechnológia, de az önrendelkezési jogunkat nem vehetik el tőlünk, és pont ez lenne a lényege, ez a legalapvetőbb jog. Ezért húzzák, halasszák ezt a válságot, hogy folyamatosan fönntarthassák a válsághelyzetet. Mert válsághelyzet nélkül nem lenne megmagyarázható az, hogy miért is kötelező egy kísérleti vakcina. Köszönöm, hogy meghallgattak.